Köszöntöm a kedves nézőket, Brockhauser Barbara vagyok. Ma többfelé szinte nyárias hőfokat mérhetünk a Kárpát-medencében, néhol 27-28 fok sem kizárt, ugyanis dél-délnyugat felől továbbra is meleg levegő érkezik. De nem csak meleg, hanem nedves léghullámok is elérik térségünket, emiatt pedig délutántól kezdve egyre több lesz felettünk a gomoly felhő, és a késő délutáni esti időszakban többfelé kell már csapadékra is számítanunk. A nap első felében inkább a napsütésé lesz a főszerep, korra délutánig csak szorványosan alakulhat ki csapadék, viszont a délutáni időszakban már tehát intenzív gomoly felhő képződésre számíthatunk, és egyre több felé megjelenhetnek záporok, zivatarok. Heves zivatarok is kialakulhatnak, leginkább a késő esti időszakban, ezeket pedig akár jégeső is kísérheti. A csúcsértékek 17 és 28 fok között mozognak, majd látható, hogy keleten lesz a legmelegebb. A következő napokban 1-2 fokos lehűlés lesz tapasztalható, meg is erősödik a légmozgás, és továbbra is számítanunk kell záporokra, zivatarokra, gomoly felhőkből. Csütörtökön viszont már országszerte több órás napsütésre készülhetünk, ekkor csak szorványos jelleggel alakulhat ki csapadék, ez is leginkább a keleti tájakon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!